Klímaváltozás, lecsavart erőművek, algák és döglött kagylók. Egyre melegszik a Duna. Gyerekkori emlékeink szerint a Duna hideg. Még a legmelegebb nyári napokon se igen kivánkoztunk a vizébe, maximum térdig. Ezt az emléket az elmúlt években kezdik felülírni az egyre forróbb nyarak és a megdöbbentően meleg dunai vízfőmérsékletek. A felmelegedést hivatalos mérési adatok is alátámasztják. Az átlátszó és az osztrák der standard tavaly közös kutatásba kezdett, amelynek során összegyűjtötték a nemzetközi dunai mérőállomások hivatalos mérési adatait Bajorországtól a Duna-deltaig. A Nemzetközi Dunavédelmi Bizottság, a Magyar Vízügyi Hatóságok és különféle kutatási anyagokból az újságíróknak több hónapos munkával sikerült 34 dunai mérőállomásról megfelelő mennyiségű és hosszúságú adatsorokat összegyűjteniük. Az adatok szerint 1965-ben a Duna éves hőmérséklete átlagosan 8 és 11 Celsius fok között alakult. 50 év múlva viszont már átlagosan 11 és 14 fokos volt a folyó hőmérséklete. Vagyis mindössze 50 év alatt átlagosan 3 Celsius fokkal lett melegebb a Duna. A melegedés minden országban hasonló mértékű volt. A víz hőmérséklet emelkedésének elsődleges oka a klímaváltozás miatt egyre melegebb levegő hőmérséklet. A melegebb időjárást tovább súlyosbítják az aszályos, kisvizes időszakok, amikor eleve kevesebb a víz a folyókban. Kutatások szerint 1950 óta az aszályok egyre gyakoribbak, hosszabbak és intenzívebbek Európában, főleg dél-kelet, illetve közép-európában, így Magyarországon is. Ezek a tendenciák várhatóan a jövőben is folytatódni fognak. Ez pedig egyre nagyobb kihívást jelent a Duna élővilága, és a folyó többi használója, azaz az emberiség számára. Az átlagos melegedés mellett legalább ilyen fontos kiemelni a nyári extrém meleg vízőmérsékleteket. Például még Magyarországon 1996. július 23-án 18-19 fokos volt a Duna, 2022. július 23-án már meghaladta a 26 Celsius-fokot. Ez egyre növekvő problémát jelent az erőművek, gyárak szempontjából is. Kutatások szerint a Duna régióban felhasznált folyóvizek 44%-át az energiaszektor, 17%-át pedig egyéb ipari létesítmények fogyasztják el, például a turbinák hűtése céljából. Ha a folyó melegebb, akkor az erőművekben, gyárakban rosszabb a hűtés hatásfoka, ezért csökken a teljesítményük. A másik probléma, hogy a létesítményekből kivezetett meleg víz felhevíti a folyót és annak élővilágát.